Együttműködésben erőteljes kézilabda offenzíva Érden és Budörsön. Szabó Edina lányai bronzot szereztek az élvonalban, a Budörsiek az NB1 b nyerték meg. A térségben 2011 óta működik a Német Helga utánpótlás program, amely a nemzetközi terveket szövegető nagy csapat mögött iskolások százait oktatja a sportágra. A fiók csapat, egykor fiók csapat Budörsieket edző Mihály Attila a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt. És akkor ezt, először tisztázzuk ezt, hogy ez régebben volt ez a bizonyos fiók csapat. itt két különálló csapat van szó, de van egy stratégiai együttműködés. Igazából ez a bizonyos Helga féle utánpótás program köti össze a két társaságot? Többek közt ez így van, ez egy nagyon fontos kapocs a két egyesület között, hiszen ezt a térséget úgy gondolom vétek lenne nem kihasználni utánpótlás szempontjából. Budaörsön közel 20 éve nem volt versenysport, kézi labdaversenysport és egy-két sportszerető helyi vállalkozó, illetve helyi ö, olyan, olyan emberke, aki szerette volna fölfutatni ezt a sportot, látott ebbe fantáziát, és az érdek, akik már ugye előrébb tartottak nálunk, ebbe, ebbe, szintén láttak fantáziát, és így egy, egy nagyon komoly stratégiai partnerséggel kapcsolatban elkezdtük felépíteni ezt a, ezt a programot, ahol, ahol ugye nagyon sok gyereket tudunk meg, megérinteni a kézilabdával. Azt nézzük meg, hogy milyennek a szisztémának a lényege, miben különbözik ez más egyébként céljaiban hasonló, tehát utánpótlás nevelő, meg tehetségkutató. A legfontosabb, a legfontosabb különbség az, hogy mi megyünk a gyerekekért. A környékbeli települések és budajos iskoláikval is, általános iskolával is egy megalapodást kötöttünk, ahol heti egy testnevelés óra keretén belül kézilabdát oktatnak a mi edzőink, illetve olyan játékosok, akiknek van ilyen irányú végzettségük, vagy jelen pillanatban hallgatói valamilyen iskolának, és így gyakorlatilag mi megyünk házhoz. Ja, azt jelenti, hogy te is, te magad is gyakran megfordulsz, látod ezeket a kisgyerekeket? Én tar így van, én az előző, előző fél évben részt vettem, de most már ugye nem, nincs kevesebb időm arra, hogy a felnőtt csapat elfoglaltságai miatt, de úgy gondolom, hogy nagyon rátermett edzők és rátermett játékosok mennek az iskolákba, mind nálunk, mind érdem. Gyakorlatilag hét általános iskolával van most kapcsolatunk, ahol közel 400 gyereket ö, mozgattunk meg, és ö, ismertettük meg a játéknak a szépségeit. Én úgy gondolom, hogy kiemelném a játék lényegét, hiszen ö, ö, úgy gondolom, hogy, azért az, hogy a testnevelés során belül játszanak, ö, labdáznak, az a egy 9-10 éves gyereknek lételeme, és nagyon vevők rá a gyerekek. Mennyire nehéz, avagy könnyű ma a kézilabda Amúgy meglévő népszerűségére alapozva arra rávenni gyerekeket és szülőket ennyi időskorba, hogy köteleződjenek el hosszabb távon is emelet a sportágnál. Én úgy gondolom, hogy mi, mi közvetve próbálunk, próbáljuk őket erre a sportágra rávenni, hogy versenysportban is kipróbálják magukat. Viszont az, hogy a testnévelés során megismertetjük, megszerettetjük velük ezt a sportot. Az az első lépés. A másik az, hogy ezután a klub életben is részt vegyenek, és a délutáni foglalkozásokra is lejöjjenek, és azt kell mondjam, hogy nagyon, nagyon pozitívok a számok. Tehát azok a gyerekek, akik, akiket mi testről és óra keretén belül foglalkoztatunk, nagyon sokan szép számmal jönnek hozzánk is, és érdre is kipróbálni ezt a versenysportot a délutáni idejükben. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó előremutató program mert, mert az iskolák nagyon elégedettek, hiszen ez, egy, hiszen ez egy állandó történet. Igazából egyre több iskola jelentkezik, hogy szeretnének ebben Tehát akkor itt még lesz bővülés is. Szeretnék minden, még, ugye ez régiókra van osztva, tehát érdés, ami régiónk is, ott is mi van, van Fehérfolk mindkét területen, mi szeretnénk Budapesten a 11. kerület felé is még terjeszkedni, nyilván ennek ez egy hosszabb folyamat, de azok a, azok a iskolák, Herceghalmon, Törökbálinton, Biatorbágyon, nagyon-nagyon elégedettek, hiszen ők már az elétől kezdve benne vannak ebben a programban, és én úgy gondolom, hogy nagyon pozitív a visszajelzés. Hát sőt, hogyha terjeszkedésről beszélünk, akkor azt is láttam, hogy például nálatok a Kézilabda klubnál, ott a férfi csapat, ami őszt ugye mb 2 ben indul, az a Tatabányával közös lesz. Így van. Tehát minden irány, nyugatra is, keletre is terjeszkedtek. Így van. Ő egymásra a két klub, hiszen hiszen mi nagyon szeretnénk azt, hogy nem csak női vonalon, hanem férfi vonalon is tudjunk olyan versenysportot kínálni a fiataloknak. Na bocsáss meg, de ugye itt az iskolákban is a program, és az az egy co-educál. is, kisfiú, a, kis a, lányog, Egyben az... Így van, azt tudni kell, hogy a, hogy a programhoz kapcsolódva a tanév vége felé, most például pont május 10-én volt egy olyan olyan torna, ahol az összes év szezonban, illetve tanévben résztvevő, programra résztvevő csapatoknak volt egy torna, ahogy a reggel, vagyis déltől este hatig 400 gyereket mozgattunk meg. Lemértük, hogy ki, hogy ki hol tart a kézilabdázásban, hihetetlen nagy sikere volt. Rengeteg szülő jött el, rengeteg olyan gyerek jött el, aki, aki ugye nem, nem vett részt benne, de szurkolta a többieknek és ezt a fiúkra is vonatkozik. Viszont jelen pillanatban Budörsön nincsen olyan, nem volt olyan felnőtt csapat, vagy férfi csapat, akire, akivel mondjuk egy, a piramis csúcsát meg lehetett volna alapozni, ami alá fel lehetett volna építeni a, az utánpótlást, És kapora jött ez a lehetőség. Így a Tatabánya MB2-es játék jogán, ami az ő utánpótlásukat alá beintegrálódunk, és én úgy gondolom, hogy, hogy az a mi gyerekeinknek óriási fejlődés lesz, hiszen idáig uh, saját korosztályukban játszottak, most egy kicsit idősebbek, fo, fo, uh, idősebbek közt fognak játszani, de mondom, úgy gondolom, hogy, uh, hogy nagyon jó így az első lépéseknek ez a megoldás? Ha a nőknél érden, és ez teljesen egyértelmű, most már egy nemzetközi szinten is eredményes csapatépítés a cél, akkor nálatok Budaörsön, meg mondjuk már középtávon is egy stabil nb es női csapaté? Meg aztán majd talán férfi is? Így van, ez azt gondolom, hogy ez itt teljesen lefedi a valóságot. Idén is szerettünk volna már, amennyiben lesz, lett volna rá lehetőség fölmenni az nb be ugyan megnyertük a bajnokságot, de jogilag nincs rá lehetőség. az gondolom, hogy a, azért második csapataként nem játszhatunk első osztályban. Ja, igen, ezt pont, mint a foci igen, hogy most már igen, emeletem, igen, igen, igen úgy, De úgy legjobb tudomásom szerint ez meg fog változni nyártól. Ugyanakkor a stratégiai partnerság megmarad. Igen, ez, ez a célunk, hogy, hogy, hogy az első osztályban szerepeljünk, és ott a lehető legjobb eredményt érjük el ott is a célunk az, hogy lehetőleg minél előbb a saját utánpótlásunkra támaszkodjunk. Tehát nagyon fontos a felnőtt csapat, én azt mondom, sokkal fontosabb, sokkal fontosabb az, hogy kitermeljünk olyan utánpótlást, lehetőséget adjunk rengeteg környékbeli gyereknek arra, hogy, hogy nagyon jó minőségű bajnokságban, hiszen azt gondolom a magyar bajnokság az egyik legjobb, ha nem a legjobb a világon, hogy ilyen, ilyen rendszerben játszhassanak. Úgyhogy igazából igen, ez a, ez a közép- és hosszú távú tervünk, én azt gondolom, hogy miért nem adott hozzá. Nagyon jó, nagyon jó szakemberek dolgoznak nálunk, nagyon sok gyerek van vevőkre, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon pozitívan látom ezt a helyzetet. Azt mondja végül Attila, visszatérve még a gyerekekre, utolsó kérdésem, sokateltséges gyerek? Egy, kettő. Mikor dől el, hogy az ügyeskéből valóban jó kézzel adázó lesz -e? Sok gyerek van, tehát ez az, alsó, ez az első, hogy, nagyon, nagyon sok gyerek, több mint 200 igazolt gyerekünk van, ami azt gondolom, hogy két éves regnálásunk alatt az gondolom, hogy egy nagyon komoly szám. Az, hogy, az, hogy kiből lesz tehetség, az az idő fogja eldönteni. Vannak olyan jelek, amelyek mutatják, hogy kiben van több tehetség, de én úgy gondolom, hogy senkit nem szabad elküldeni, hiszen láttunk rá példát, hogy akár 15 évesen. Még akkor is e robbanja. Abszolút. Így van, én úgy gondolom, hogy senkit nem fogunk elküldeni, mindenkit szeretettel várunk, és az élet el fogja dönteni, kiből lesz első osztályú, vagy akár válogatott játékos, ez a célunk, és szeretnénk, hogy, hogy minél többen kézilad ezen a Na hát akkor ez jó munkát, nektek köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönjük.